sorra járja a fesztiválokat és nyeri a díjakat. Hajdú Eszter ítélet Magyarországon című filmje. Esztert nagy szeretettel ajánlom személyében is az önök figyelmébe, hiszen nem olyan régen még a Színművészeti Egyetem növendéke volt. Mi onnan ismerjük egymást. Eszter, hol járt eddig ez a film, és hova készül? Csak a közeles napokban. A bemutatója Amsterdamban volt, még novemberben, azóta volt Svédországban, Olaszországban, Németországban, Angliában, Kanadában, Oroszországban, Szentpéterváron, Lengyelországban lesz jövő héten, aztán Angliába, Skóciába, Ausztriába. Most ezek jutnak eszembe. Azt, hogy milyen díjakat nyert, azt már hagyjuk is, ebből kikövetkeztethető. Véleményed szerint ez az elképesztő nemzetközi érdeklődés, ez a filmednek szól, vagy a cigánygyilkosságoknak szól, a magyarországi cigánygyilkosságoknak? Ez egyrészt a témának is szól, hiszen ez nem csak Magyarországot érinti, ez a probléma, hanem az egész régiót, sőt Európát. Németországban egy egészen hasonló per folyik jelenleg. Török embereket gyilkoltak rasszista alapon, és ott nem lehet forgatni. És szól annak, hogy 167 napja volt a tárgyalásnak, majdnem 3 évig tartott, és minden egyes napját dokumentáltuk. Valami elképesztő álhatatossággal jártál, gyakorlatilag egyedül, ugye? Erre a perre. Igen, ez a stábommal. Már úgy értem, hogy más újságírók egy idő után nem, feladták. Az első, meg, első néhány, meg az utolsó néhány napon volt média érdeklődés, de a napok többségében ott egyedül csücsültünk. Ugye ennek a filmnek van egy váratlan főszereplője, meg az egész ügynek, ez a bíró, aki valami hihetetlen energiával vitte végig ezt az ügyet, és jutott el az ítéletig, ugye? A bíró egy nagyon különleges karakter, tehát hogyha mondjuk válogatnom kellett volna színészeket erre a szerepre, akkor könnyen, egészen biztos, hogy őt választottam volna, mert egy olyan szenvedélyes ember, aki tulajdonképpen az ő személyén keresztül nagyon könnyű elmondani az egész történetét a pernek. Mond az a mentős, aki az egyik kisfiút, akit ugye lelőttek, arccal lőtték, és azt állapította meg, hogy füstmérgezésben halt meg. Ezzel a mentősen mi van? Továbbra is dolgozik. Igen, ez egy egészen megdöbbentő dolog, hiszen látszik egy laikus számára is, hogy lyukak vannak a kisfiúk testén, és a jelentésben füstmérgezés szerepel. És következmény meg semmi. Igen. Joggal van nekünk lelkiismert furdalásunk ezzel az üggyel kapcsolatban? Én nekem van egy kicsi. Nem is kicsi. Hát nem tudom, hogy neked szakmai lelkiismert furdalásod van, vagy állampolgári. Inkább állampolgári, igen. Szakmai is lehet, mert például a vádlottak és a vádlotti kör előszeretettel a média tudósításokra hivatkozott, mint motivációt. Tehát olyan gyakran és olyan sokszor van romákkal szemben megfogalmazott, előítetesen megfogalmazott médiahír, hogy aztán egyszer csak fogja valaki a fegyvert, és leszámol. Igen. Felül. Jó, akkor most már ilyen lelkiismert furdalásom is van. Köszönöm. Neked jövő héten van a bemutató, ugye? Nem, a bemutató már jövő héttől van a moziban. Jövő héttől van moziban, igen, a Toldi moziban. Igen. Lehet jövő héttől. Eszter, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm.